Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás április 14-én. A kártyákat én kivettem, úgy kamera előtt, a másik csatornámon, egy német nyelvű csatorna, azt úgy hívom, hogy Denderas Liebes Orakel. És nektek ugyanazokat a kártyákat mutatom, ahogy ott ezen a másik csatornán kivetettem. Az első kérdés az lenne, mi foglalkoztatja őt, mik a gondolatai, erre megadja ez a felső kártya a választ, és ez mutatja a világot. Tehát ami most így az egész világban történik. Én arra gondolok, hogy az, ami őt jelen pillanatban foglalkoztat, az összefügg ezzel a koronavírussal. Ez a kép mutat külföldet vagy utazásokat is, tehát ez is fontos neki. Azon kívül ez a belső kép mutatja az ő terveit. Mégpedig az, amit el akar érni egy éven belül. Mert ezek a szimbólumok mutatják az elemeket, tűz, víz, föld és levegő, azon kívül ez szimbolizálja a négy évszakot, a tavaszt, a nyarat, az őszt és a telet. És a négy évszak az pontosan egy évet mutat. A második kérdés az lenne, hogy milyenek az érzései, mi bepillantunk az ő érzelmi világába. Ez a kép az erőt mutatja. Vagy megvan neki ez a belső ereje, azt, amit ő itt tervez, hogy azt megvalósítsa, az lehet egy külföldi kapcsolat vagy utazás is. Viszont ez a kép gyakran arra utal, hogy elveszíti az erejét. Ő fáradt. Az is lehet, hogy ő érzi, hogy mások uralkodnak felette. A harmadik kérdés pedig az lenne, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ez a kép azt jelenti, hogy itt hamisság van, vagy hazugságok vannak, ami őt nyomasztja. És ezt közli veletek, hogy a háttérben vannak ezek a hamisságok, vagy hazugságok. És a napi kártya, ez a torony arra utal, hogy ő fogva érzi magát. Mint egy börtönbe bezárva, és keres egy kiutat. És pontosan ezek a tervei. És ha megvan rá az ereje, akkor azt szeretné megvalósítani. Az út az lehet külföld, vagy külföldi kapcsolatok. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!